Üdv mindenkinek, Ronin vagyok, ez pedig itt az Ark Survivor Evolved 28. része. Az előző epizódban ugye szerencsés módon találtunk egy karnót, illetve ő talált ránk a régi bázisunktól nem olyan messze lévő kis helyen. És hát elkezdtem szelíteni, úgy nagyjából fél útig jutott, amikor is lejárt az egész epizódra szánt idő. Nem így terveztem az előző részt, de így sikerült. Nézzétek el nekem, hogy nem tudom teljesen kontrollálni a random játékot. Nem akartam több időt elcseszni a videókból erre, úgyhogy megszelítettem kamerán kívül. Higgyétek el, esküszöm anyám, apám életére, nem csaltam. Ott van. Blaze-nek neveztem el, ugyanis ilyen kicsit narancssárgás színe van. Úgyhogy itt van velünk Blaze. Szia Blaze. Hello. Te leszel a kamó helyett. Tökéletes. 27-es szintű, hát 7 szintet kapott ő szelődés után. Van egy csomó húsunk, nem tudom mi a francnak. Level up-ot adni. Hát látjátok, nem tudok felszállni, tehát nem force témeltem, hanem rendesen megvártam még. Az enyém lesz. Mire is tegyünk? Súly az oké. Szerintem közel 6 is sebzést egy kicsit fel tudnunk voljuk. Ó, még egy level. Legyen. Még van, szuper. 30-as szintű lett Blaze. A többiekre is eltoljuk ezeket a dolgokat. Neki mi is kell? Kitartást, meg súly. Oké, súly, 200 remek. Te velem jössz, kell egy csomó narkotikum, úgyhogy a professzort majd kivisszük. Szedegetni. Egy lila drop. Sunny az van. Ő a kis hústározónk. És a raptorunkon is van már egy kis plusz level. Hát őnek is egyértelműen súly kell, ott keves súlyt kap egy-egy level up-nál, de sajnos. Ezen meg kell barátkoznunk. Már azt terveztem, mint mondtam, professzort kivisszük, Trident professzort kivisszük bogyókat szedni, legalább egy 200 narkoberére szükségünk lesz. Hogy az ilyen csodálatos kis véletlenek, mint például Blaze megjelenése, ne érjen minket váratlanul. És legyen elég narkunk. Másik pedig az, hogy most már könnyebb lesz ugye húst szerezni a ragadozók miatt. Úgyhogy lehet majd sorozatba gyártani a narkóporokat. Ami szintén egy jó dolog. Más nem terveztem ebbe az epizódba, ugyanis az elmúlt 3 epizódban akármit is terveztem, mindig mást sikerült összehozni. Úgyhogy ezúttal már nem követtem el ilyen hibát, hogy más tervezte. Mi ez itt? Csak nem beragadtál. Egy kis lag, kell fel a... Na te furi, Hímteranodon. Ez egy érdekes dolog. Kíváncsi lennék rá, hogyha én ezt itt elkezdeném lőni, és elkábulna, akkor meg tudnám ezt elindítani. Na látjátok, erről beszéltem. Ronin tervez, Ark végez. Akkor ilyen tudományos kísérlet, meg tudunk-e szeríteni egy sziklába ragadt Pteranodont. Először szerzünk narkoberit. Aztán meglátjuk, hogy be tudjuk-e fogni. Csalásnak tűnik, de benne van a játékba, és nem én idéztem elő, úgyhogy az ilyen csalásokat nem tartom csalásnak. Ha a framerate is engedi, akkor még ma fölülök Tridentre. Közben ignoráljátok a macskámnak a háttérzaját, éppen bogarakra vadászik, mármint légyre. Természetesen pont most, mikor videót kezdtem el. A lila airdroppok azok olyan level hánytól vannak? Jaj! Engedj már ki, Blaze. És ez még a bázishoz is közel van, szóval... Azt, igen! Látjátok azt a brontót odafent? Az hogy került oda? Na jó, mindegy. Ez a kis húsnyás ide nekem mindig visszanő, ez olyan frankó. Ki ne fagynékem. Oh, Jesus! Oh my god. Egyébként elvileg, hogyha felfejleszted a Dino-nak a közelharci sebzését, akkor a gyűjtögetése is jobb lesz.
Hát több cuccot is szed össze. Létezik, hogy ez nem Brontosaurus? Ott a túloldal? Előfordulhat? Na, kaptam egy tippet, és F-fel meg lehet nyitni a dínót. Nagyon szépen köszönöm a tippet. Jaj, ki is mondta? Nem Vasember 76, ugye? Ah, ne haragudjatok, borzalmas a névmemóriám, de ti mondtátok, hogy F gomba meg lehet nyitni a dínót. Úgyhogy köszönöm szépen a tippet, ez tényleg remek. Nagyon jó. Fantasztikus. Ezekre sajnos nem lesz szükség, úgyhogy kárba vesznek, de igazából teljesen mindegy. Mert most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon egyszerű szedni a cuccokat, mint látjátok. Nem is nagyon lesz szükségem ezekre a magokra se szerintem, legalábbis ilyen major... Ezeket le is dobom. Csak az ilyen longgrass, meg az ilyenek, amiket nem lehet felszedni, azokat fogjuk majd termeszteni. Azt nézzétek, egy stack narkoberi, két stack narkoberi. Ez igen, rokarott, azt se tudjuk felszedni, azt is csak termeszteni lehet. Atyaik mennyi, ez már a harmadik stacknek a megkezdése. Negyedik, négy stack narkoberi, azt igen. Úristen. És csak hármat négyet toppantottunk itt a dinókkal, tök jó, nem? Citronél, azt se lehet szedni, csak termeszteni. Szavrút, nem tudom minek nevezik. Szalma és fa. Remek. Ez igazán fantasztikus. Na, megvan, amit szeretnünk volna. Ő ott egy kicsit furi nekem. De Brontó csak be van szorulva szerintem ő is. Hát kíváncsi vagyok. Mert ha be van szorulva, akkor gyerekek, lehet, hogy lesz egy Brontosaurus. Bronto ez egyáltalán? Ez nem is Brontosaurus. Megromlott egy romlott hús. Extra romlott. Ez lehet, hogy ez a Doadictrus... A fenében a nevekkel komolyan mondom, nagyon... Nem tudok megjegyezni semmilyen nevet. Vagy Brontosaurus, vagy ez a... Saurus. De szerintem Bronto, mert hatalmas. És valószínűleg be is van ragadva. Vad, nőstény, Brontó, level 3. All right. Srácok. Szelídítős epizód következik. ezt nem szalaszhatom el, tehát... az nincs az az Isten, hogy én ezt az esélyt elszalasszam. Hogy ilyen közel a bázisomhoz tudja ki Brontosaurust megszelíteni. És megpróbáljuk közben azt a kis pterodont is befogni. Hát ilyen hülye helyre spawnolni, barátom? Hát ne is haragudj. Ne csodálkozz, hogyha megszedítelek. Ráadásul itt van a közelben a bokor, akármikor visszamehetek a Tridentér és szedhetek még föl fogyókat. Úgyhogy nagyon jó helyen vagyunk. Ez akármennyire is csalásnak tűnik számotokra, hiszen be van szorulva szerencsétlen a sziklák közé. De... szerintem ez fair. Ezt a játék alakította így, ezt nem én csináltam. És egyedül vagyok. Úgyhogy most gyártok még néhány kifogást magamnak, hogy ne érezzem én se csalásnak ezt a dolgot, de hát... Gyerekek, Silvert is így fogtuk be. És akármikor előfordulhat a való életbe is, hogy beszorul valahova egy állat, nem? És elkapják és megeszik, vagy valamit csinálnak vele. Viszont... abszolút ki kell akkor bővítenünk ezt a terepet, legalább még itt a sziget hátulját. Ugyanis egy Brontosaurust ide beparkolni, gyerekek, ráadásul egy ilyen pici kapun körülbelül lehetetlen. Úgyhogy valószínűleg majd itt a vízbe fogom tartani szerencsétlen párát egy ideig. Úgyhogy lássuk, hogy el tudjuk-e kábítani ezt a lényt. És akkor föl is szedünk néhány bogyót, mert ha jól tudom, akkor bogyóevő ő is. Ide elszórtunk néhány stacket. Lehet, hogy már el is tűnt. Ajajajajaj, előre kellett van gondolkodnom. Ronin, mit csinálsz? Ne kapkodj, szedd össze a gondolataidat. Na mindegy. Valahol itt voltunk, de elszórtam. Úgyhogy ezt most elbattam. Semmi gond. Szedünk még föl párat kézzel. Csak ilyet olyat amolyat, hogy legyen mit ennie. Hirtelen. Aztán majd kijövünk Tridenttel vissza, és
és akkor felszedünk neki rendesen a stackeket. Azért vittem vissza... Na még egyszer. Azért vittem vissza Tridentet, hogy nehogy megtámadja, miközben én itt ügyeskedem. És hogyha esetleg mégsem lenne beszorulva, akkor én elkezdhessek futni a másik irányba. Na! Brontószeridítés. Cheatelve. Lássuk. What the fuck? What the fuck? Ne ölj meg. Most én vagyok hülye srácok, hogy tényleg átmegy a fejét. The fuck? Na azért. Haha. Na azért. Barátocskám, te be vagy ragadva, mint az állat. A első 4-5 lövedék átment a fején. Ne. Ne menj a víz felé! Ne menj a víz felé! Ne menj a víz felé! Bazd meg a vizedet! Oh. Hú! Hú! Vissza kéne valahogy csalni. Vajon meg tudom ezt tenni? Oh my god! Az a low FPS szám sem nagyon segít. Öcsém. Nagyon nem tudom, hogy hogy vagy most. Nekem úgy tűnik, hogy egész szarul. Jesus, hova trappolsz? Öcsi vagyok. Még az is jó, hogyha itt a sekélyesbe állulsz el. De az lenne a legjobb, ha ide visszamásznál, barátom. Hát ez nem fog menni, úgyhogy föl kell vontatnom. Csak abban reménykedem, hogy tud követni. Jó lenne, hogy ide vissza tudnám citálni ide föntre. Hogy legalább ide ide a szélére, ez jó, az jó. Gyere csak, gyere. Nem arra, erre gyere. Itt vagyok. Baszki. Még egy ilyen esélyem biztos, hogy nem lesz. Hova mész? Ne menekülj! No! Ebbe az... Oh, fuck. Au. Pronto. Ez most menekülőre fogtam, mert már kevés az élete biztosan. Hát ez így nem jó. Hát ott már nem tudom... Oh. Ez mélyebb, mint gondoltam. Gyerünk csak kifelé. Á, lelétszel. Lelétszel, bassza meg. Átteper a másik oldalra, ott pedig már nem tudom elkapni. Á, fene vigye. Ő se kavics, túl szép lett volna azért, valljuk be. Brontosaurust így besztekkelni. Na mindegy. Bye bye Bronto. Majd ha visszajössz, akkor egyszer talán. Fenébe. Pedig szép lett volna, nem? Itt szépen megszeríteni, aztán szétcsapni itt a köveket, hogy ki tudjam civálni. Ájjajajaj. Szép álmok, szép álmok. Semmi vélettek. Mindegy, megpróbáljuk még azt a pteranodont. Nem mintha szükségem lenne még egyre, de ki tudja mikor cseszem el megint a landolási szekvenciát is. Landolok valami hangyaboly kellős közepén. Na mindegy. Azért ez szép lett volna. Na. Visszakapunk néhány FPS-t, annak örülnék. Úgy, köszönöm szépen. Egy 37 fölött tartani nem ártana. Na, szóval. What the hell? Oké, ez most így bele pusztult a földbe, és én meg hülye voltam, és legugoltam, és megint be vagyok ragadva a sziklákba. Nem már. Istenem, mikor tanulom már meg végre, hogy ebben a játékban nem szabad legugolni? Kurva életbe! Egyszer legugolok, bazd meg, és most mi a fasz? Ó, oh, itt van! Áó! Én is itt vagyok. Öntudatlan. Nagyon jó. Király. Mit is eszi? Ez húsevő. Oké, nincs ezzel problém. Arkoberi hegyek. És már is hozunk neki egy kis húsit. Bent a srácoktól.
Azért a Brontónak jobban örültem volna. Sunny, hol vagy? Mindenki össze-vissza kaksizik. Ó, mennyi. Romlós. Lássuk, ez a két stack szerintem. Na, legyen három. Elég is lesz neki. Ó, level up. Aj, picsába névváltoztatás. Te már annyiszor lettél Sunny egymás után. Már Sunshine kéne, hogy legyél. Mire adjunk? Mozgási sebesség 300, oh my jeez. Legyen mondjuk súly. Ha már úgyis raktárnak használom szerencsétlen. Te maradsz. Te is egész okés vagy. Te is mindjárt jó vagy. Level up itt is. Na jó, még egy kis Amarberit kapsz, és hogyha már itt vagyunk, akkor föltolunk 400-ig. Igazán remek. Na, viszem a húsit. Na, hogy ilyen hajó nekem itt a madár per kettesem. Ó, ragadtam. Szomjasok is vagyunk. Szerencsére húsra már problémám nem lesz. Tehát az már biztos, hogy... Na nézzük, mennyire vagy éhes öcsém. Itt érkezik a finom húsi. Még annyira nem éhes. De most már szelidül. Úgyhogy ez... Ó, az azt igen. De mitől vagy ilyen véres? Hisz csak egyetlen ennyil veszőt kaptál. Lehet az fejbe lőttem is azért. Na igen, elég szarul áll a HP-ja. Jó van. Csórikám. Na, nem állt szándékomba ennyire bántani. Vissza akarom így. Vissza akarom cserélni a számszeriat. Nézzétek most mennyi pteranodon van fölöttünk, de csak azért, mert már nincs rá szükségem. Igazából most Argentavis kéne, az az óriási gigászi sas, hiszen az többet tud cipelni. Meg egy kvecal, de hát az még messze van. Én azzal bármit is tudjak kezdeni. Apropó, bázis nem mutattam meg, néhány változtatás van átesett, vagyis inkább úgy mondanám, hogy fejlesztésem. Mint látjátok, azért, hogy szintet kapjak, még mielőtt elfelejtem, hol vannak a... Baszki, beraktam mindent. Hogy szintet kapjak, fejlesztettem, meg megtanultam néhány új emlékképet, és itt van a Esterga gép, ezt legyártottam, mert előbb-utóbb úgyis szükségem lesz rá, és azt hittem, hogy azt a polimert, amiből az álcaruhát kell csinálni, azt ezzel a gépezettel kell, de közben kiderült, hogy nem nagyon. Legalábbis nem teljesen így. Nem tudom, hogy hogy kell, de több mint valószínűleg tartom, hogy a fa csapoló nyavajával kell kinyerni azt az anyagot, amivel később ezt a polimer, amiből később ezt a polimer gyárthatom. Nem jut eszembe a neve, de mindjárt megnézzük. Csak először... Ez az, minden 40. Yay! Ez kell nekünk. Most már folyamatosan át fogom alakítani a romlott húsokat, meg a narkoberiket kábítószer porrá, ugyanis bár nem annyira hatékony, tehát a narkoberi az több kábulatot ad magába, mint a kábítószer, de a kábítószer nem romlik. Úgyhogy igen, és ugye harcolunk a level 50-ért. De mindjárt meg is nézzük a pontokat, ugye kifejlesztettem a... Hol vagy? Kifejlesztettem itt magunknak a Esterga gépet, aztán pedig közvetlenül utána, miután láttam, hogy az Esterga gépben igazából nem látom azt, amire szükségem van. Mert amire szükségem van az ez a... mindjárt mondom. Ez a fa nedv csap. Szerintem ezzel lehet hozzájutni ahhoz a cucchoz, ami kell ezekhez a polimer, vagy álcaruhákhoz. Ez a szerves polimer, azaz, az kell nekem, mert polimert elő tudom állítani, egyszerűen ezzel itt. Tehát itt összetevők, és akkor polimer. De ez nem szerves polimer. És nem hiszem, hogy ez meg a szerves polimer az ugyanaz. Ráadásul ez obszidián kell, meg cementpaszta. Ennek szilícium gyöngy és öntött fém, elektronika, még semmihez nem kell. Úgyhogy igazából ez idézőjelesen fölöslegesen csináltam meg. Na, kicsit kinézünk a madárkánkhoz. Mi újság vele?
Megromlott egy Steamberry, ó. Valószínűleg nem lesz itt probléma. Hoppá, kapcs. Igazából ő sem olyan túlságosan kitartó, és a súlyba sem emekel, de hát ő még lóvlevel, tehát ő 3-as, és csak plusz egy szintet fog kapni továbbra is, hogyha így megy. Ó, level up! Yay! Elértük azt a szintet, amit akartam. Ugyanis most kíváncsi vagyok, hogy lehet-e már a Blaze-re nyerget csinálni level 50-esen, ugyanis 50-esen vagyok. Ne csodálkozzatok rajta, nem adtam magamnak XP-t, egyszer csak 3-szoros XP szorzóra állítottam a dolgokat, mivel olyan okból kifolyólag, hogy egyedül játszok, úgyhogy what the fuck. Ja, tényleg itt bent kell lenni folyamatosan, bocsánat. Nézzük, kitartás. És akkor 50-es vagyok, van 128 emlékpontom. Mindjárt kiderül, hogy mi a tökön van itt hátul, már elnézést a kifejezésért, öld nézőim, hiszen akármi meglepetés is nyújtott számomra, egy-két hölgyem is itt a subscriberek között, úgyhogy üdvözlöm őket is sok szeretettel. Na nézzük, mire is futja a pontokból. Ez már lehetett, ez is lehetett. No, azt mondja, hogy Fleck Armor. Sejtettem, hogy ez kell lenni fog a kitin. Fémvíztározó, fémcsapok. Rögtönzött robbanó szerkezet. Oh my god, no, please. Megalodon. Az cápakart, fogótigris, ez már lehetett. Gyapjasorszarú ipari grill, ez is volt. És akkor innentől kezdve ugye a flexisak, és jönnek ezek a fém üvegház, fémjárólap, karnó nyereg, yes please, kulacs, ó! Oh! Könnyű és biztonságosan hordoz nagy mennyiségű vizet. Hell yes! Kötélcsákja! Használd a nyílpuskán, hogy megcsákjázd a környezetet, vagy más lényeket, tüzelés, behúzáshoz, másodlagos tüzelés. What the fuck? Ez múltkor még nem volt benne. Generátor. Fabrikált pisztoly. Oh yes. Pumpásörítés. Háború... Mi? Háborús térkép? What? Felhazadjuk rá a tervénket, ez királyú hangzik. Allosaurus. Artroplus... What? Prokoptodon, ezeket nem is, úristen, ezeket én nem is tudom, melyik dinók lehetnek. Nézzük. Egyszerű pisztoly, fejlett golyó, kötélcsák. Ez egy érdekes dolog, lehet, hogy hegyet is lehet mászni vele? Tudja. Jó, egyelőre viszont ennyi. A Fleck Armor viszont kelleni fog. Úgyhogy a Kitty nadrágot kénytelen, kelletlen ki kell fejlesztenem. Ankilo, ő is kell. És el is fogytak a pontjaim sajnos lassan. Úgyhogy a Kitty cuccokat majd későbbre tartogatom, illetve ezt a kettőt még ellövöm, és aztán ennyi. Elosztottuk a pontjainkat, amit eddig van serényen gyűjtögettünk. Lássuk, hogy áll a kábítópor. Kábítószer. Ó, elfogyott a narkoberi. Előttem azt a 300 narkoberit, atyavilág. 200-at? 200-at? Hát igen. Nem véletlenül jó, hogy megszereztük Tridentet magunknak. De mint látjátok, rengeteget segítettetek nekem a kommentekkel, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én fejet hajtok előttetek, én nem vagyok olyan penge ebben a játékban. Mindjárt kapsz egy nyerget. Nem vagyok olyan penge ebben a játékban, mint például a Seven Days to Die-ban, pedig ott sem vagyok profi. Hozzáteszem, tehát mindig van mit újat tanulni. Főleg most, hogy majd jön az Alpha 15. Hey, hey. Úgyhogy profinak egyáltalán nem nevezném magam, de ebben meg aztán tényleg amatőr. De segítségetekkel látjátok meg, egy amatőr is képes elboldogulni. A következő epizódokban biztos, hogy többek közt az egyik tervem az lesz, hogy kibővítsük ezt a bázist. Mégpedig úgy, hogy itt falat bontunk, és egészen idáig a partig ki fogom húzni. De még az is lehet, hogy még tovább beleid a vízbe a falat. Úgyhogy ezt így végig körbe fogjuk keríteni. És ezt a hátsó részt is itt még hozzá fogjuk csatolni. Elég lesz egyelőre fából, aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul a kő és a fémkészletünk. A kő falat azért nem akarom még erőltetni, mert elég lassan szedem a követ. Másrészt, ha még nincs ankiloszauruszunk, és az ankiloszaurusszal lehet rendesen követ is bányászni, és ha az meg lesz, akkor egyszerűen csak fel kell fejleszteni a fafalat. Kővé is, az már frankú is lesz. Na de nézzük meg a nyerget, hogy mi kell Blaze nyergéhez. Remélem jó sok minden. Pteranodon Trike. Annyi emlékkép van, kár, hogy nem lehet kiítatni néhányat. Raptor nyerek.
jelzőpisztoly. Azt sem csináltam még, pedig elég szép fényt ad este. Na most tovább tekertem. Hol a franc van? Karnó... ABC. Carnó, Carnó, Carnóka. Ó, tudjátok miért nem látom? Baszki, hát hülye vagyok. Mert itt kell megcsinálni, szerintem. Páncélnyergek. Mhm. Karnó. Bőr 320, rost 170, öntött fém 30. Ó, jeez. Nézzük csak meg a bőrt, hogy... Kinkeratin bőr... Oh, hell yes! Imádom magam ilyenkor. Meg a kis hordalékomat, hogy állandóan minden szart elteszek. Már bocsánat. Rost, az is van. És még fémünk is van elvileg annyi. Remélem. Ugye van? Mondd, hogy van. Oh. Karno baby, I'm here. Rost. Egyszer rost. Kétszer fém. Hopp, és... És mi van még itt? Az ankilóhoz is kell. Atya, atya. Cool. Na de karnunk van először, úgyhogy mehet a Karnotaurus. Karnosaurus. Még mindig nem tudom, mert csak Karno van odaírva. Gyere, baby, gyere, gyere, gyere! Ah, yes! 25 páncélt kap így a lényünk. Egész jó. Na! Blaze, ide figyú! Először is. Ezt ide adod. Én adok cserébe neked. Ilyet! Elég furán fest így. Olyan, mintha mindig pofára akarna esni, szerencsétlen. És kapsz tőlem... Mondjuk közel hati sebzést még egy kicsit. Mit szólsz hozzá? Yes! Az első nagy vadunk. Tücs, 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 tücs. Már majdnem T-rex. Még nem, de már majdnem. Ó, és ez egész gyors is. Na, nem akarok elbizakodottnak tűnni, Isten őriz, hogy még egyszer elbízzam magam ebbe a játékba, de most már kezdem egy kicsit a progresszt érezni. Nem tudom ti, hogy vagytok vele. Én rettenetesen boldog vagyok. Mindjárt csírok. Megnézzük a madarunkat, a tartalék madár. Ő lesz a plusz egy szárny. Vagy az lesz a neve, hogy harmadik kerék, vagy nem tudom, valami. Így. Most nem spórolunk a izével. Oh, hello airdrop. Lehettél volna kicsit színesebb is, mondjuk olyan kékféle. Kicsit szaggatunk is, mikor jön egy közelbe egy airdrop. Hát a fényhatás az kicsit megtekeri a gépemet. A kicsit nagyon. Á, na. Csak... Működj. Működj. Na jó. Most megint kezdi a buzulást, pedig egész idáig egész szépen ment. Viszont, mint láttátok, kezdünk kifogyni a fémből. Úgyhogy erősen elkezdek gondolkodni rajta, hogy melyik éri meg jobban. Többször fordulni messzire Stripe-al, és akkor a levegőbe maradni. Vagy fogni Karnót, egy Blaze-t, bocsánat, Blaze. Hónunk alá csapni, és fölkotyogni a hegyig. Na már most a fölkotyogástól nagyon félek. Jó, van mondjuk 31. Ő a legmagasabb szintű. Ajjam, eldobom. Akkor az egész erősnek számít, ez nem? Ügyi-bugyi. Fán se tudja. Szerintem először még majd megyünk egyet Stripe-al. Keresünk közelebbi... Sőt, meg is van. Keresünk egy közelebbi fémlelőhelyet Stripe-al. És utána, hogyha elég közel van, akkor viszem magam a Blaze-t. És akkor majd ővele fogunk farmolni, hiszen ő azért sokkal többet elbír, mint ő. Most fölülök rá, na mondjuk most eléggé félig le van terhelve, de mondjuk azért, mert van nálam egy csomó nyavaja. Mindegy. Ugye, a speckó cuccokat szokott ide. Lányunk felszerelésbe. Őt, elpakoljuk a fölösleges cuccokat, hogy meglássuk, hogy mennyi helyünk van. Aztán szerintem szerek még egy kis... narkoberit, hiszen most már elkészíthetnék még egy adag, még egy jó nagy adag narkotikumot. Hisz látjátok, mindig esély van rá, hogy valamiféle dinót össze tudunk szedni. Tehát bőre és keratinra már sok bajunk nem lesz, hiszen megvan az első nagy ragadozó, aki purá.
Azzal már elég bőrt és húst és ilyesmit fogunk tudni összeszedni. Elég sok rostunk is van. Bocsánat, nem szeretem a inventory managementet kamerán mutatni, de most nézzétek el nekem. Happy vagyok, na. Hát valamelyest alakulgat a játék, tehát azért, na. Egy kicsit haladunk, mondjuk így. Egy csomó tervrajzolnak, hogy lehet, hogy csinálok egy másik dobozt. Szeretek ilyenkor egy kicsit megállni tervezgetni, mert ha kapkod az ember, ugye abból sosem szokott jó dolog kisülni. Menjünk egy kis kört szájba. Ne szállj le, szállj föl! Okay. Először is megnézzük itt a kis kollégát, hogy mi újság. Oké. Okay. A kavicsa szedegesd már, öcsém. Jó, a húsi van elég. Közel is van a bázishoz. Meg is fog szelidülni magát, hogy ezzel volt. Ne szállj már le. Szállj fel. Yay! Gyerünk, Stripe, csapassad. Nézzünk körül egy kicsit. Ez fehér, ugye? Nem baj. Nézzük, aztán elrepülünk oda hátra a zöldér is. Azt is meglessük. Eléggé sajnálom ezt a Brontosaurus. Nem lesz még egy ilyen lehetőségünk. Ott van a túloldaton, totyog. Szerintem a rég elmúlt a kábító nyilvesszőknek a hatása. Azért szép lett volna, nem? Egyből itt a... Szállj le. Kezdőhelyen egy brontóba akadni. Azért mondtam, hogy furcsa helyen van, mert ide nem szokott nagyon följönni semmi. Na jó van, mennyi itt a cipőiddel, meg a gagyi ruháddal tudod hova. Nézzük azt a zöldet ott a túloldalt. Emlékezni, nem szabad leszállni, mert raptorok is vannak ezen a kis szigeten. A felén se gondolta volna, hogy ragadozók is jelen. Annyira békés volt itt minden. Lepkedtek itt a izék. Hogy mászkáltak itt a paraszauruszok, mit tudom, ilyen francsi gondoltam, hogy raptorok is lesznek. Na meg ezek a piranyák, hát kicsit kiakadtam. De ezt gondolom hallottátok is, hogy két nyeszlet hal megeszi a raptort. Betoljok rajta. Még hogyha valahányszorosak is voltak, nagyobb voltak azért a piranyák, de... A francsi gondolta volna, hogy lerágják rólam a úzsit. Illetve kirágják alólam a úzsit. Na most ott van valami a vízbe, hogy így... Szórakozik a játék, hogy... Csak a kvetszalnak az árnyékát látom. A kvetszalnak az árnyékát láttam. Teknősök! Jövünk keratinér. Hopp, tedd le a segged. Így. Nézzük. Mondtátok, hogy szedegessem itt a... Na most ez tök jó. Fa... Cucca. Mit kezdek? Sok mindent. Mondtátok, hogy szedegessem a... airdroppokat, de eddig nem nagyon láttam értelmét a alacsonyabb szintű airdroppok szedegetésének, úgyhogy kék halat szerintem most már nem nagyon fog kimozdulni. Tudjátok, mi lenne epic, ha most kiugrana a vízből egy cápa, és kirántaná rólam a pteranodont. Na, aztán megszülnék. Tehát így... Nem csodálkoznék rajta mondjuk már azon se, de az biztos, hogy nem örülnék neki. Na, itt repülünk egy félkört. Megnézzük itt a... Sziklák mentén, hogy... Hopp, lassíts, lassíts, elfogy a staminát. Sziklák mentén megnézzük, hogy van-e valahol itt a környéken fém, ahová ki tudnánk totyogni a karnunk segítségével. Egy biztos, itt most már viszonylag, nem teljesen biztonságban, de viszonylag biztonságban tudnánk mászkálni. Hiszen elvileg a raptorok már meg se támadnának minket, és ezen a környéken ugye... Karnónál nagyobb lényt nem láttunk. A karnó az még megtámadna minket. A szarkó is, de szerintem a karnoszaurusz az erősebb, mint a szarkó. Főleg 30-as szinten. Ki tudja, mekkora szarkó a bot lennánk mondjuk, de... Maradjunk az alapfelállásnál, erősebb. Tehát, ez biztos. Bocsánat, nekem tűnik úgy, hogy ez a víz itt kibaszott. Mármint, hogy nagyon mély. Bocsánat a csúnya language miatt, de... Amikor így elgondolkodok, akkor így valamiért csúnya szavak jönnek a számra előbb. Ez itt nagyon mélynek tűnik. Csak a vörös színe miatt, hát a fene se tudja. Na. Egyelőre nem látok a fémet. Egyébként erre a dinóra gondoltam, amikor mondtam, hogy lehet, hogy nem ő. Brontó. Tehát, ajaj. Ajaj. A stamina, gyerekek, a stamina. Nem figyeltem a staminámra. Tedd le a hátsod. Egy. Töltünk, tuningolunk, ott már valami futkorászás van. Nem szeretem, mikor futnak az emberek, mert akkor a csikoltozás következik.
Oké, okay. Let's go. Whee! Azért madártávlatból is... az ott egy szivárvány színű airdrop, vagy az az a fehér volt, amit először találtam. Mindegy. Szerintem az a fehér volt. A gond az, hogy itt ugye nem igazán látok sziklákat. Úgyhogy elég sivárvidéken ütöttünk tanyát, de ott van egyből... Hát nem egyből, de ott van egy hegy. Ugye oda mentünk el, ez itt a mocsaras rész, arra a hegyre mentünk a fémér. Az ott a hideg, oda nagyon nem akarok elmenni még. Főleg a direwolfok miatt. Ott vannak ilyen baszi nagy farkasok. Na, embernél magasabb farkasok, meg nagyobb farkasok, és így valahogy egy kicsit olyan... Hogy is mondjam, olyan... Mint hogy kereszteznéd a raptor gyorsaságát, bár láttam már gyorsabb cartwheel tigrist, a cartwheel tigrisnek az erősségével, bár láttam már erősebb raptort. Tehát ilyen... Ultimate ragadozónak számít. Akárhány youtubert is néztem, aki gyors és ragadozó házi állatot akart a feneke alá, az mind izét választott magának. Direwolfot, úgyhogy valahogy nem igazán fűlik a fogam a hideg területhez. Bár a mamutot csak ott fogok találni, és nekem kell egy mamut a fa miatt. Bár, mióta benne van a hód, azóta elgondolkodtam, na most miért esik a cső, ne essé. Elgondolkodtam rajta, mióta mondtátok, hogy ha befogok egy hódot, és wanderingre állítom, tehát hogy mászkáljon jobbra-balra, akkor az szedi a fát magától. Ezt nem tudom, hogy működik, hódot még, na ott egy szarkót esik. Hódot még nem fogtam. Az még benne se volt a játékban, amikor legutoljára játszottam. Úgyhogy lehet, hogy megpróbálkozunk azzal is. Az egyébként növényevő biztosan, ugye? Biztos valami bogyókat teszik az is. Úgyhogy egy hódot majd bepróbálunk, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Itt is ugye vannak sziklák, de nincsen fém szikla, tehát nincs az a fajta, ami nekem kéne. De ha el kéne jönni valamelyre, akkor erre jönni. Na most visszavándorlunk szépen. Ugyanis sajnos csak ennyi fér bele a mai epizódba. Próbáltam volna hosszabbat is csinálni, de közben rájöttem, hogy én holnap ugyanúgy kellek és megyek vissza munkába. Egy napon elszámoltam magam, sorry. És utána viszont nem lesz időm videózni, úgyhogy lehet, hogy egy nap majd kimarad, elnézést érte, de hát ugye való élet meg ilyenek. Ez kellemetlen dolog, mikor figyelni kell a létszükségletekre is, meg a fizetésre magától jön. Úgyhogy majd megpróbálok most megfelelő mennyiségű kontentet. Pont időbe értünk vissza, ezt már nem is adom be neki. És mindjárt meg is szelidül. Hello a köreimben. Mert csak plusz egy szintet fog kapni. De ő tulajdonképpen csak ilyen tartalék röppencsnek szánom. Esetleg az előző felfordulna valaminek bok kifolyólag. Az eső nagyon visszavett a frame rate-ből. Hogy mondod, barátom? Jaj, ne szaggass már ennyire. Please. És most hideg van. Bőr cucc van rajtam, de hideg van. Na, ne kelljen már beadnom neked még narkót. Szelidülj meg. Most azonnal, de rögtön. Please. Szépen kértem. Egy-célt. Férjél már bele ebbe az epizódba. Csedd meg. Na, most jobb. Fogadok egyből, meg is szelidülsz. Stripe, veled nem volt ennyi gond. Ó, lila airdrop. Ráadásul nincs is túl messze. Az hanyas szintű van, az 50-től van? A fán se tudja. Hopp. Na. Na. Valahol a mocsár fölött van? Úgy látszik. Megnézzük majd mindjárt Stripe-ot, talán ez még belefér a mai epizódba. Jó lenne. De szelidülj már meg, kérlek. Mennék az airdropért. Ójjé. Neked is kell majd egy nyerget csinálni. Még egy zöld airdrop. Sincs túl messze. Ott meg egy kék, az viszont a piros ovalisz mögött van. Igazából az sincs túl messze, de most... Most persze, most hogy lenne időm fölszeregetni, most nincs időm fölszeregetni. Oh yeah. Na, te leszel a... Fingom sincs ki vagy. Még sem. Nézzük csak. Hát... Made boosted! Haha! Egyik fiú, másik lány. Nekem föl se tűnt. Na, hogy nézel ki? Vöröses vagy? Kicsit barnás? Hát igen, nőstény, úgyhogy igen.
Ugye? Nőstény, valószínűleg. Mi legyél? Nem, ő pont hím. És a nőstény a színes? Na, ez érdekes, pont fordítva szokott lenni egyébként. Ezt elkérem. És az lesz a neved, hogy te vagy a hím, tehát bronzó. Ha már bronzszínű vagy. Elfogad. Oké. Na gyertek. Hozzá repülünk. Olé. Gyerünk, bronzó. Stripe viszont kurva jól néz ki, már elnézést a szó használatért. Ez a zöld terepszín, ez valami nagyon állat. Landolunk. Landolási szekvencia, initialize. Tedd le magad. Tedd már le magad. Tedd le magad. Oda, ott tökéletes, ott pont jó, ott szállj le, ott is jó, ott is jó. Tedd le magad. Bárhol jól, csak ne a kerítésen kívül. Most hol van? Ah, tökéletes. Így, mindenki marad a helyén. Szóval, ennyi fér bele a mai epizódok, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Több minden is történt, de legalább, ha sok mindent nem is tudtunk csinálni, legalább egy kicsit fölzárkoztunk, és most már tudjátok, hogy honnan fogjuk folytatni. Úgyhogy a következő epizódban egy kis körbepillantás lesz Stripe hátáról, valószínűleg körbekémlejük a terepet, vagy egyből Blaze-re plattanunk, és Blazing Speed-del átcsámcsogjuk magunkat a terepen, és felszedünk néhány fémet, ha már arra járunk. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy velem tartottatok. Remélem legközelebb is így tesztek. Addig is kitartást kívánok nektek, srácok, és sziasztok!